Niederreiter Zoltán vagyok. Az egyetemi tanulmányaim itt az ELTE BTK-n kezdtem történelem szakon, majd asszíriológia és régészet szakot is végeztem. Tehát ez lényegében az érdeklődési körömre utal, hiszen ebbe benne foglaltatik az írott, tárgyi és képi források együttes vizsgálata. Egy érdekes élmény számomra, hogy középiskolás koromban elmehettem a Louvre-ba, ugye Franciaország és a világ egyik legnagyobb múzeumi gyűjteményébe. Az ottani véletlen kalandozásaim során jutottam el a híres újasszír termekbe, csarnokokba. Azokra máig emlékszem, és meghatározója, mint jelentettek. Amikor egyetemi szakot kellett választani, akkor a történelemre gondoltam, és hamar rájöttem az ókorképzés során, hogy az érdeklődésem az ókori Mezopotámia felé mutat, döntően a tanáraimnak köszönhetően, és onnantól kezdve már nem volt megállás. A fő célom megismerni a képi és írott forrásokat, emellett kutatásokat végzek európai és amerikai múzeumokban, ahol döntően régészeti vagy művészettörténet szempontjából fontos tárgyakat vizsgálok a feliratok mellett. Az óráimon a hallgatóknak első éves koruktól kezdve adok órákat, akád nyelv, akád irodalomból, miután a nyelvtani képzést elvégezték, emellett művészettörténetet, történeti földrajzot tanítok nekik, és megpróbálom bemutatni számukra az új asszír és új babiloni kor világát, elsődlegesen az istenek és démonok szempontjából legújabban. A mai nap a csillagírás az ókori Mezopotámiában témával készültem. Az előadásnak az első felében azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy mit jelent Mezopotámiának a felfedezése, mit jelentenek az első megismert emlékek számunkra, hiszen ezek ismeretében érdemes foglalkozni ezzel a kultúrával, és azon belül egy választott aspektussal. Én azt gondoltam, hogy magáról az ékírásról nehéz lenne egy előadást tartani, hiszen az ékírásos nyelvek azon belül az akkád és a sumer jelenti az oktatásunknak a főbb témáit, de egy specifikum ezek mellett az úgynevezett csillagírás, amely részben egy rébuszírás, tehát rejtvényírás, és részben az isteneknek az üzenete volt, ahogyan ők azt értelmezték. Tehát ez a téma talán rávilágít arra, hogy milyen gazdagságot jelent az általuk használt írásszisztéma, és ezt hogyan ötvözték a kézművesek alkotásaival. A 19. század felén kezdődik meg talán Mezopotámiának a módszeresebb feltárása, megismerése, melyben francia és brit diplomaták, utazók vettek részt, akik engedélyeknek köszönhetően a mai Irak északi területén folytathattak ásatásokat. Ebben az időszakban ez az Oszmán Birodalom részét képezte. Akkoriban ezek a lelőhelyek döntően még föld alatt voltak, de a helyi lakosok tudtak róluk, tehát emlékeztek rá, és ott volt számukra a Biblia is, amely említi például Ninivét, Babilont, vagy a legfontosabb uralkodókat. Rövid ásatások után már felszínre kerültek az újasszírkori monumentális épületek és azoknak szobrászati alkotásaik, mint például ezek, amelyek templomoknak a bejáratát díszítették. Ismeretlenek voltak tehát a korábbi időszakban számunkra emberek számára. Ezek az alkotások gyakran meghaladják a 3 méteres magasságot is. Ismerté váltak tehát az ábrázolásaik, az istenek, démonok világa, az uralkodók világa számukra, és egyúttal az ábrázolások mellett a feliratok is, amelyeknek a megfejtése néhány éven belül be is következett. Itt láthatjuk azt, hogy szobrászati alkotásokat mozdítanak el eredeti helyükről, abból a célból, hogy utána egy viszontagságos úton eljussanak a nagy európai múzeumokba. Először a Louvre és a British Múzeumban jelennek meg ókori mezopotámiai tárgyak. Láthatjuk azt, ahogyan ez a világ egy város ismerté válik,
és utána már 100 évvel ezelőtt rekonstruálják is az épületeket az akkori ismereteknek megfelelően. Itt már egy 19. század végi ásatás utáni rajzott illusztrációkat látunk, éppen Assur városáról. Ehhez hasonló akvarellek készültek ez időtájt, amelyek már többé-kevésbé pontos képet mutatnak arról, hogy milyenek lehettek ezek az épületek, milyenek voltak a képi ábrázolások, milyen programoknak megfelelően alkották meg ezeket. A palotákból és a templomokból ugyanakkor előkerülnek azok a tárgyak, melyet az itt élők használtak. Ez az alabástrom edény biztosan a királyé volt, rajta szerepel egy oroszlán, amely a király egyik szimbóluma, és utána pedig egy ékírásos szöveg látható, amelyet akkád nyelven írtak. Ez volt ugyanis a babiloniaknak és az asszíroknak az anyanyelve. A rajta lévő szöveg úgy szól, Sarukin palotája, Asszíria királyáé. Ez az időszak tehát, amikor az asszír nagy birodalmak ismerté válnak, az első történeti és irodalmi szövegeket már megfejtik, vizsgálják őket, és itt érünk el egy érdekes tárcsoporthoz, melynek biztos, hogy egyes alkotásait eredetileg az építkezés során az isteneknek ajándékként készítették el. Különböző nyersanyagból készülnek ezek, aranyból, ezüstből, bronzból és más-más kőzetekből. Közülük az egyik véletlenül Babilonból származik, a Lord Aberdeen féle fekete kő, amelyen van egy ékírásos szöveg, akkád nyelvű, és rajta képi ábrázolások. Ezt Assur-Rahidina király korára lehet keltezni. Mutatok egy másikat is, amelyen szintén van felirat és egy hasonló jellegű ábrázolás, ez egy terrakotta prizma. A rajta lévő egyik szöveghely úgy szól, elkészítvén ezüst, arany, bronz, lazúrkő, alabástrom, bazalt, különböző kőzetű, fehérmészkő feliratos terrakotta alapító feliratomat, rajtuk nevem írott képmását csillagképekkel ábrázoltam. Felírtam a nagy hős, Marduk győzelmét és az általam végrehajtott tetteket. Az alapításkor ezeket elhelyeztem, örök időkre meghagyva. Tehát ez a szöveg a királynak az egyik legfontosabb tettét említi az építkezések kapcsán, de ugyanakkor azt is mondja a szöveg, hogy a nevét csillagképekkel írta fel rá. Továbbá a szöveg Babilon főistenét, Mardukot említi, és az ő nagy győzelmét a tettei, a saját tettei mellett. A kutatás több mint egy évszázadon keresztül próbálta megfejteni ezeknek az ábrázolásoknak, szimbólumoknak a jelentését, arra fókuszálva, hogy valamilyen módon Assur-Rahidina asszír királynak a nevét említik. Még nem két brit kutató, Finkel és Reed, megfejtette ezt az írást. A megfejtéshez lényegében az ékírás rendszerét kell figyelembe venni, továbbá az ábrázolásokon látható szimbólumoknak a jelentésére kell fókuszálni, ahhoz, hogy a király nevét ki tudjuk olvasni. Ezen ábrázolások mellett ismerünk nagyméretű kompozíciókat is, amelyek hasonló jellegűek, így a kutatások erre is fókuszáltak, ezen ábrázolásokat pedig az előbb említett Assur-Rahidina asszír királynak a nagyapja idejében készítették, második Sarukin korában. Én az itt látható 7 szimbólumra fogok fókuszálni, és egyszerre megpróbálom bemutatni, hogy milyen érdekességgel rendelkezik az ékírás számunkra, és milyen rejtvényt, vagy milyen üzenetet közölnek ezek a szimbólumok ahhoz, hogy egy szövegként tudjuk őket elolvasni. Az első ábra közülük a királyt ábrázolja, amely nyilván a királynak, Sarukinnak a nevét jelenti. Tehát itt egy képi ábrát látunk, egy piktogramot. A következő szimbólum egy oroszlán, amely a királynak a szimbóluma az udvarban és a birodalomban. Tehát ez a szó jelöli a király szót, szintén egy piktogram formájában. Az azt követő szimbólum az egy madarat ábrázol, egyfajta ragadozó madarat, vélhetően egy hollót. Az akkád neve Arivum.
Akádul a nagy szót úgy mondjuk, hogy rábúm, és itt már van egy szójáték a két szó között, az aribú és a rábú között, és egészen biztos, hogy ennek a madárnak az esetében a nagy rábú szóra kell asszociálni, oly módon, hogy az akád aribút, aribúra fókuszálunk, és így megkapjuk a királynak az első epitetonját, jelzőjét, ami azt jelenti az oroszlán és a holló együttes kiolvasásával, hogy a nagy király. Hasonló logikával követve próbálva megfejteni, dekódolni ezeknek a szimbólumoknak az értelmét, azt lehet mondani, hogy a következő alak a bika szintén a király szimbóluma lévén a király szót jelöli. Tehát ez egy újabb királyi epitetonnak, jelzőnek a bevezetésére szolgált. Utána láthatunk két ékjelet. Az egyik, az egy fügefa, amelyet akádul úgy mondanak, hogy tittu, és a ma ékjellel írják le. Az ország szót hasonló hangalakkal ejtették ki, mátum, és adott esetben le lehet írni ezzel az ékjellel. Utána pedig láthatjuk az ekét, amelynek a formája hasonlít az assur ékjelekre. Magyarán, ha a tittut, ami vélhetően a tájat jelenti, a vidéket, tehát az országra utal, együtt olvassuk az assurral, akkor így assur országot kapjuk, és ezelőtt a király pedig vélhetően ennek a kifejezésnek a kezdetét jelöli, tehát azt mondja ez a három szimbólum együtt, hogy assur országnak a királya. Ékírással ezt még lezárták volna egy olyan ékjellel, ami a földet jelölheti, és vélhetően az a férfi alak, aki a lándzsáját a föld felé tartja, erre az ékjelre utal. Így kapjuk meg a másik epitetont, ami azt jelenti szó szerint, hogy Assur ország királya, tehát Asszíria királya. Láthattuk tehát, hogy itt használnak az írnokok piktogramokat, képjeleket, használják a szójáték adta lehetőségeket, amikor hangalakokra lehet asszociálni, és ezen kívül a determinatívumnak a fontosságát láthatjuk az utolsó jel esetében. A hét szimbólumot olvasva tehát, Sarukén a nagy király, Asszíria királya a jelentése e szövegnek, melyeket hangsúlyozom, szimbólumokkal írtak le. Visszatérve a mi szövegünkre, hasonlóképpen lehet ezeket az ábrákat is kiolvasni, amely azt jelenti, hogy Assur-Rahidina, Asszíria királya, a nagy világtáj királya. Hogyan kerülnek ide a csillagképek, amelyet a szöveg említ? Mit jelent ez az egész számokra, és mire lehet asszociálni, milyen ideológiai háttérben lehet mindezt vizsgálni? Irodalmi szövegeket ismerünk, amelyekben a csillagképek előfordulnak. Közülük a legfontosabb a babiloni teremtéseposz számunkra, az Enuma Elis, melynek egy része így hangzik. Marduk megalkotta a nagy istenek állását, felállította a csillagokból a képmásaikat, a csillagképeket. Egy magyarázó szöveg, egy kommentár így említi ezeket a sorokat. Marduk az alsó égkört, amely a csillagoké, jáspiskőből teremtette, az istenek csillagképeit rá felrajzolta. Miről van itt tehát szó? Egészen biztos, hogy a nagy győzelme után az Isten egy újabb világteremtést fog végrehajtani, amelynek során először a csillagokkal elkezd az égen rajzolni, és megrajzolja velük a csillagképeket, a konstellációkat. Ezek a konstellációk istenekre utalnak, ezek maguk az istenek. Egy szöveghely ugyanígy a babiloni teremtéseposzból így szól. A csillagképet állították fel közülük, és Marduknak a fiúknak nevezték el ők. Ezek az istenek, akik ezt megalkotják. A te sorsod, Úr, legyen az isteneké előtt. Parancsolj pusztulást vagy teremtést, valósuljon meg tartósan. A csillagkép a parancsodra elpusztulhat, ellenkező parancsodra a csillagkép teljes lehet. Parancsára a csillagkép elpusztul, ellenkező parancsára a csillagkép megteremtődik. Az istenek, az atyái látták, miként parancsol, s örvendeztek, királyként dicsőítették Mardukot. Jogart, trónt és az uralkodói hatalmat ráruházták. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor az asszír király a birodalmi központját megalkotja, akkor vélhetően a tudósai, az írnokai kidolgoznak egy speciális írást, amely erre a szöveghelyre, a csillagképekre fókuszál, és lényegében már a csillagképekkel alkotják meg a királynak a nevét. Hiszen az itt látható alakok többsége valóban egy konstelláció volt,
isteni hatalomra utalhat, de ugyanakkor jól ismert csillagképek ők, mint a bika, az oroszlán, az eke például. És innen lépünk tovább azokhoz a csillagképekhez, amelyek számunkra már a zodiákust jelentik, amelynek alapjai már az újaszír újbabiloni korban megvoltak, majd később az óperzsa Achaemenida korban összegzik a 12 állatövet, a csillagképeket. Magyarán a zodiákust. Ezen a képen olyan táblát láthatunk, amelyen konstellációk vannak, közülük számunkra is ismertek, mint például a Leó, az oroszlánnak a csillagképe. Ez öröklődik tovább, és vélhetően a mindenki számára ismert babiloni Istárkapunak mázas tégla dísze az éjszaka égboltját jeleníti meg lazúrkő színével, és rajta az alakok aranylóak, amelyek a csillagképekre utalnak, vagy az istenek, démonok, keveréklények alakjaira. Ilyen például ez a sárkánykígyó, amelyet mi moshusúnak nevezünk. Ez a kép már természetesen a mi korszakunkból ismert közvetlen alkotás az, a velencei híres óratoronynak az zodiákusa, mely szintén ebből a képből eredeztethető, és lényegében a babiloni, asszír, tudósok, csillagászoknak az alkotásaiból vezethető le számunkra. Az itt látható 12 állatöv ismert volt tehát már számunkra, és az ő örökségükként használjuk mi magunk is. Köszönöm a figyelmet!